Nézzük a postaíron választékot. Tanszerajánló, harmadik rész. Én online iskola előkészítő Zsófi néni vagyok, és segítek nektek megtalálni a legmegfelelőbb tanszereket. Az iskolatáska és a tolltartó ajánló után most a postaíronokat mutatom be. Rengeteg postaíron kering a piacon. Milyen szempont alapján választ ki a legtökéletesebbet? Két márka az, amivel biztos, hogy nem lősz mellé. A Kohinoor és az Ars Una. Nagyon fontos, hogy vastag postaíront válasz. Ami az Ars Una postaíron mellett szól, az az, hogy mattkősővel rendelkezik a csúszásmentesség érdekében, és háromszög alakú, ami elősegíti a helyes ceruzafogást. Vannak egyéb háromszög alakú postaírónok, de ezeknek vagy a betéte nem megfelelő, vagy csúszós a külseje. Egyébként ez a két márka gyárt egyszínű postaíront is, ezek vastagabbak az átlagosnál. A Kohinoor tudomásom szerint csak 6 szögletű ceruzákat gyárt. A postaíront használjuk első osztályban a betűk és a számok vázolására is. Ezen kívül, ha korongokat kell színezni, akkor mindig ezt a két színt használjuk. Én még a piros pontokat is postaíronnal írom. Még logopédiai feladatokat is lehet vele csinálni. Illetve ha kiskezek elfáradtak írás közben, akkor lazítása is tökéletes. Szóval a legfontosabb szempontok a választáskor, hogy vastag legyen, háromszög alakú ergonomikus kialakítású legyen, és jó minőségű legyen. Ha kíváncsi vagy további taneszköz ajánlomra, akkor mindenképpen kövess be. Ha pedig hozzászólnál, akkor kommentben megteheted.